Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere és Szigli István önkormányzati képviselő stílusosan vonattal érkeztek a szárazréti vasúti megállóba. Az állomás és a mellette lévő parkoló még a kialakítás fázisában van. A vonat a Fehérvár-Komárom vonalon december 10-e óta újra megáll Fekete-hegy szárazréten, emellett pedig Mohán és Fehérvár-Csurgón is. Nagyon-nagyon örülnénk annak, hogy az autóbusz menetrenddel összehangolva reggeli órákban és a délutáni órákban nem kéne a körforgalomba szenvedni az iskolába vagy munkahelyre igyekvőknek. Most az a tapasztalata, hogy itt végigjöttünk a vonalon, hogy 6 perc a menetidő. Tehát itt valaki felszáll, akkor 6 perc múlva a vasútállomáson van, és onnét van 8-10 busz, amelyikkel bármilyen irányba elmehet. A vasúti megálló tehát elsősorban a szárazréten élők mindennapi közlekedését hivatott elősegíteni. A munkálatokkal kapcsolatban Cserpalkovics András polgármester elmondta, hogy a Székesfehérvár-Komárom közötti menetrend szerinti járat újraindítása, a megállóhely és a peron kialakítása a MÁV feladata volt, a 18 férőhelyes parkoló, illetve a várakozó helyek és az esőbeálló létrehozása pedig önkormányzati forrásból fog megvalósulni. Fölmerült kérdésként, hogy a kerékpáros közlekedést hogy tudjuk itt segíteni, akár kerékpár támaszokkal valamilyen őrizhető módon, tehát fejleszteni lehet ezt a szolgáltatást, de öröm, hogy mégre van mit fejleszteni. Ugye reggel körülbelül fél héttől este fél hét óráig lehet a vasutat igénybe venni, 2 órás menetrenddel. Azt hiszem, hogy majd tapasztalatok birtokában ezt lehet is módosítani. Egyébként a MÁV erre ígéretet is tett, úgyhogy pár hónap múlva érdemes lesz értékelni, hogy hogyan lehet a menetrendet még inkább az itt élők szolgálatába állítani. A polgármester hozzátette, hogy amennyiben ez az elővárosi vasútvonal beválik, úgy Székesfehérvár egyéb területein is lehetőség lesz a közösségi közlekedés fejlesztésére.